Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Heti TV-t és a Pilpult látják. Most egy egészen különleges Pilpult lesz. Oldalra nézek, senki, másik oldalra nézek, senki. Egyedül ülök most a stúdióban, Kardos főrabbinak más programjakat, és így kénytelen volt lemondani a mai szereplést. Hát gondolkodtam rajta, hogy mi legyen. Pilpulnak lennie kell. Valamit a heti szakaszról mindenféleképpen beszélni kell. És mit tudok tenni? Magamra vállalom. Hozzá kell tennem azt is, hogy nem lesz egyszerű. Olvasom a heti szakaszokat, de hát korán sem vagyok annyira elmélyült, mint egy rabbi. De akkor is úgy gondolom, vágjunk bele. Réé a mostani heti szakaszunknak a neve, Réé, más, ahogy ezt a Kardos főrabival szoktuk mondani, tájszólással így ejtik. Sok minden van ebben a heti szakaszban is, kijegyzeteltem egy-két dolgot. Talán az egyik legfontosabb, amikor az szerepel benne, hogy az ember eldöntheti, hogy a jót vagy a rosszat választja. Ez egy alapvetően fontos gondolat. Ránk van bízva az, hogy amikor valami, hogy milyen irányban indulunk el. Az ember az olyan, hogy választhatja a rosszat is. És hát gondoljunk bele a történelemben, mennyien voltak, akik rosszat választották. Az egy más kérdés, természetesen, hogy mi lett velük, utána kicsit később. De mégis, mi vagyunk azok emberek, akik eldönthetjük, hogy milyen irányba indulunk el. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy érdemes a jót választani. Persze az is kérdés, hogy az adott pillanatban, amikor döntünk, akkor tudjuk-e, hogy amit, ahová lépünk, az a jó vagy az a rosszé. De mégis az a legfontosabb, hogy próbáljuk meg, hogy a jó irányba induljunk el, és ne tegyünk rosszat sem a körülöttünk levőkkel, sem az egész világgal. Vannak még más fontos részek is benne a mostani heti szakaszban. Hamis proféták, bálványimádás. Mindig a mai világban is mindig találkozhatunk olyan emberekkel, akik arról folyamatosan győzködnek minket. Nekik higgyük. Az ő véleményük az, ami számít, ami fontos. Aztán kiderül egy idő után, hogy nem frankó, vagy ha lehet úgy is fogalmazni, nem kóser ez az egész történet. Az, hogy tudjuk eldönteni, hogy egy prófétáló ember az igaz vagy hamis, de ez egy komoly kérdés. Ehhez persze majd szükség lett volna a rabbi szakvéleményére is. De azért mégiscsak előbb vagy utóbb rájöhetünk arra, hogy ki a hamis és ki az igaz. És az igaz embereket kell meghallgatni, és az igaz embereket érdemes követni. Bálványimádás. Ugye a Tórában már olvastunk a bálványimádásról, az aranybórjú kapcsán, aminek meg is lett a büntetése.
mindig vannak aranybórjuk. És akkor visszamegyünk oda, hogy amit a legelején mondtam, hogy az ember eldöntheti, hogy a jót vagy a rosszat választja. Lehet, hogy az az aranybórjú abban a pillanatban hihetetlenül szimpatikus, megnyerő. De talán érdemes egy kicsit a hosszabb távon is gondolkodni. Ezt próbáljuk megjegyezni. És most abban nem megyek bele, hogy ma mit tekintünk bálványimádásnak. Vannak viták a különböző zsidó gondolkodók között, vagy mondjuk azt a zsidó felekezetek között, hogy mi tekinthető bálványimádásnak. Ebben most nem menjünk bele, mindenki nézzen utána egy kicsit, és mindenki alkosson véleményt. De egy biztos, hogy ne kövessük az aranybórjút. Szóval még a mostani heti szakaszban a tizedről, a Schmitta törvényről, a szolgasággal kapcsolatos törvényeket is ismétlésre kerülnek, és végül az arándok ünnepek is említésre kerülnek. Ezek nagyon fontosak, és szerintem, ha lehet ilyet javasolni, nézzék meg, hogy miért is fontosak ezek az arándok ünnepek, miért volt ez a három ünnep, amikor bizony-bizony el kellett menni a zsidóknak Jeruzsálembe, és most mit csinálnak a Galutban élők ezeken az arándok ünnepeken. Tehát most a mostani Pilpulban, miután nem volt kivel beszélgessek, ezek után csak feladatokat adtam önöknek, vagy adok önöknek, olvassanak és tájékozódjanak. Azt gondolom, ez is kell időnként, és akár jövő héten, vagy akár hétfőn is, egy másik adásban, egy másik műsorban visszatérhetünk erre, már csak azért is, mert a mostani hírek, azok a hírek egy része szerintem passzolni fog ehhez a heti szakaszhoz, úgyhogy ezt meg fogjuk tudni beszélni hétfőn is, és vissza fogunk rátérni. Akkor már lesznek mellettem nálamnál okosabb emberek is, akikkel alaposan végig tudjuk ezt rágni, és jövő héten természetesen folytatjuk a heti szakasznak, az akkori heti szakasznak a megtárgyalását, akkor már nem egyedül leszek. Úgyhogy szerintem azt is érdemes megnézni. Köszönjük szépen, hogy minket választottak, minden jót kívánok, jó szombatot, Shabbat Shalom, Good Shabbos.